Induljon a show, ami mindenkit érdekel, amire mindenki kíváncsi. Végre együtt anya és fia, Ungár Anikó és Baronics Gábor. Tájföldön éltek 3 hónapot. Bódi Margó és Bódi Zsuszti. Az Esti Tűzgyi stúdiójában Hajdú Péter. Jó estét kívánok! Ez az Esti Frisbee, és büszkén mondhatom, hogy Magyarország legnézettebb talkshow-ja. Ma este kiderül, hogy eshet az alma messze a fájától. Itt lesz velünk a világhírű bűvész és színész gyermeke. Jön Ungár Anikó és Baronics Gábor. Aztán 3 hónapra elhagyták az országot, és tájföldön pihentek, hogy mi történt a 3 hónapos nyaralás alatt, azt már este elmeséli Bódi Margó és Bódi Guszti, azonnal kezdve. Most az Esti Frisbee-ben, akiknek mindenről van véleménye, és akiknek nincs lakat a száján. Jönnek az Esti Frisbee felvágott nyelvű szakértői. Most az Esti Frisbee-ben. Végre együtt anya és fia, Ungár Anikó és Baronics Gábor. Hölgyeim és uraim, elfogadta meghívásunkat Ungár Anikó és fia, Baronics Gábor. Hozott benneteket. Nagyon szia. Ritkán látni benneteket így együtt, nem? Volt is idő, amikor te nem vállaltál címlapfotózást édesanyáddal. Hát nem vállaltam, hanem saját magam előtt, erejéből akartam elérni azt, amit el akarok érni. Szóval nem akartam, nagyon nehéz felnőni úgy, hogy árnyékban vagy, és onnan kitörni. Hogyha, érted, hogy szóval egy művész gyermekeként felnőni, egy ismert művész gyermekeként felnőni, és én is művészi pályára, babérokra akartam törni. Miért nehéz? Akkor is. Ezt ösztönösen kiválasztottam. Szóval, hogy én tanultam bűvészkedni is, tanultam zenélni is, mint édesapám, de tudtam ösztönösen szakszofonozni, de tudtam ösztönösen, hogy nem azt a pályát kell csinálnom. És akkor köztes utat kerestem, és ez lett a színészet. De hogy jött a színészet? Nem tudom. Hát nem tudom. 9 éves, én azt mondom, hogy 9 éves korom óta ösztönösen erre készültem. Hát bohóc volt, ahogy megszületett, egy bohóc volt. Figyelj, nem volt olyan születésnap. Gábor 40 évesen jött az életünkbe. Mármint nem én 40 voltam. A papa, Baronics Zsolt, a férjem volt 45. Tehát nekünk egy hihetetlen... 40 éves voltam. Én 40 évesen szültem a Gábor. Igen. Az nem volt. De az úgy, nem, de várjál, fogba fület, hány éves vagy? Én most leszek 28. Azt a mindenit, milyen jól nézel ki. Plusz 40. Jó, mondjuk azt hozzáteszem, hogy szerintem ti megnyertétek a genetikai ötös lottót, mert hogy édesanyád, Isten nyugosztalja, 103 évesen. 104. De úgy nézett ki, 103 évesen láttam, igen. Úgy nézett ki, mint egy 80 éves. Igen. Igen, de fejben is, fejben meg 70 volt. Igen, nagyon nagy szerencsénk volt. Igen, csodálatos. De úgy tudtam, hogy fogod mondani, mert emlékszem, hogy egyszer akartál minket hívni, hogy a 3 generáció... Akkor volt 103, igen. Azt hiszem. Így van. De... A Titi, a nagymamám, mint Titinek hívtam, ő nagyon könnyen vette, ha bármilyen kis betegsége volt, ez nagyon könnyen vette, mert annyi mindent megélt. És titkolta. A deportálástól elkezdve első világháború, második világháború, 56, stb. Hogy ő ezeket annyira könnyen vette, és csak nevetett rajta. És ez volt az ő titka, amikor kérdezték sokan, hogy lehet így élni 104 évesen, 100 évesen, hogy ennyire boldog. És azt mondta, hogy mert mindenem mosolyog, mindenem nevet. Azt tegyük rendbe. Tehát ti vagytok azok egyedül, akiket ismerek, és akiknek a hozzátartozója, közeli hozzátartozója megérte a 100 évet. Hogy mi a hosszú élet titka? Ivott alkoholt? Evett húst?
mindent mértéktartóan, tehát moderáltan. Neki volt egy mottoja, mindig mondta nekem, kicsi koromban emlékszem, ő nagyon hihetetlenül stílusérzékeny, formaérzékeny, és olyan életszagú volt minden, amit csinált, és mindenben volt valami gondolata. És mi emlékszem, hogy tódulnak most is, és azt olyan érdekes, hogy úgy van benned a mama, hogy aztán ezt tovább mondod, és a mondatok ugyanolyan szerkezetűek. Ez a mondat, amit most akartam mondani, az pedig az volt, hogy Mucikám, akkor állj fel az asztaltól, ha még ennél. És abban, hogy te bűvész lettél, volt szerepe édesanyádnak? Hát abban, hogy elárulta a titkot, igen, mert hát én színésznőnek készültem ilyen 5-6 évesen, egyébként a Gábor 6 évesen azt mondta, hogy mama, én színész leszek, csak ő erre nem emlékszik, mindenki másra emlékszik, tudod. És én színésznőnek készültem, persze akkoriban ugye televízió vagy film, hát olyan ritka volt, tehát ami felém jött, amiből én gondoltam, az a színházi előadások, amikre vittek, gyerekelőadások. És hát persze a rádióba ment a Hey Mambo, Mambo Italiano az 50-es években. És én arra táncoltam, meg mimeltem az éneket és mindent, meg a kalapokat felvettem, meg magasarkú cipőkbe bújtam. Na én is ilyen voltam, csak én ilyen maradtam. Hát várj, arra mesélj már, amikor a magasarkú cipőkbe bújtál. Na mindegy, színésznek készültem, és az apukám egy megszállott a szó nemes értelmében amatőr mágus volt. Ez volt a hobbija, egyébként a Magyar Teniszválogatott Szövetségi kapitánya és edzője, és hát ő a bűvészklub elnöke volt, ez a Rodolfo időszak volt, amikor ő aktív volt. 50-es, 60-as, 70-es évek, és minden nap gyakorolt. Tehát ő egy ilyen maximalista volt, és mindig készültek, hogy a bűvészklub mindig készült ilyen esztrád műsorokkal, bűvész előadásokkal, és akkor ő rendíthetetlenül napi 2-3 órát otthon gyakorolt, és mi a mami? Ketten néztük, mi voltunk a közönség, és akkor kellett mondani, hogy ha jobbra fordul, akkor látjuk-e, hogy a bal zsebében matat, vagy fordítva, hogy mit. És annyira belém ívották a mozdulatok, és ráadásul én annyira untam már, mert ugye nekem lelepleződött az egész, nekem nem volt csoda. Csepelen a házba, a gyerekek, hát ezek megörültek, hogy Pista bácsi mutas nekünk valamit, tudod, hát hogy van, én meguntam. És egyszerűen fogtam, hogy miért, azt nem tudom, de fogtam, kinyitottam a szekrét, kivettem egy pár bűvészkelléket, és elkezdtem csinálni, és mondtam, hogy mami, nézd meg, és sikerült. Tehát annyiszor láttam, hogy egyszerűen meg, tehát sikerült, manuális készségű kis trükkök. És hát persze ezt súgta meg a mami az apunak, ennyiben a mami a ludas, és akkor nem volt megállás, és akkor belőlem bűvésznőt akarnak. Mi volt a legnagyobb eredményed, mint bűvész? Hát az, hogy kétszer lettem a női kategóriában a bűvészvilágbajnokságokon első helyezett, ami... Egy kétszeres bűvész világbajnok. Igen, a női kategóriában, tehát azért különböző kategóriák vannak, ez olyan, mint a sport. Mindig azt szoktam mondani, hogy a bűvészet az egy kicsit hasonlítható a sporthoz, tehát különböző sportágak, különböző bűvészágak, és hát 3 évenként van világkongresszus, 4 évenként van olimpia, és közte vannak különböző fesztiválok, ahol szintén így. Én készültem egy merénylettel. Na. Hoztam, ezt találtam az öltözőbe, tehát hogy ezzel valamit... Ez egy bélés anyag, igen, nem? Ez a na, ez sincs messze tőlem. Medvec van a sárja, ami ott maradt az öltözőben. Tehát a lényeg az, hogy ez csak egy ilyen darab kendő. De miből gondolod, hogy én egy kendővel tudok varázsolni? Mert kártyát nem akartam hozni, mert azzal biztosan tudsz. Igen. Kendővel mit lehet csinálni? Nekem nem hoztál semmi? Na, mindjárt te is megkapod a kendőt. Igen, hát egy trükköt nem lehet csak úgy mellékesen csinálni, mert ugye egy egyszerű kis anyagnak meg kell elevenednie. Jó, mondjuk csinálunk egy csomót. Jó, erősen megkötjük. Megpróbálom a közepét itt. Várját, ott van, igen. Érzed a csomót? Fogd meg, igen. De szorosan, fogjad. Érzem. Én elengedem, de fogjad, oké. Okay. Tedd egy kicsit magasabbra. Oké. Okay. Gábor, mondd azt egy varázsikét. Hát, melyiket is mondjam? Achrutta, machrutta.
Inkább mondd a csiribi csiribe. Nem, hát ez a... Engedem. Klasszikus. Hoppá! És ezt te is meg tudnál? Nem, ezt nem, de én is tanultam bűvészkedni. De ezzel tudsz valamit, te is? Nem, azzal nem. De mi az, amivel valamit tudsz? Hogyha adok két narancsot. Van nálad pénz? Nem, most nem azért, csak hogy... nem kölcsönkérek, mint amilyen 200 forintos, vagy egy 50-es, vagy 20-as. Tessék, kétszeres. Pont van nálad kétszeres. Ez volt az első trükkök között, ami, ahol szerintem abban a melyik kamerával utassam. Abban mutatom, hogy beteszem ide a tenyerembe. Igen. Ugye megfogom itt a kétszállast. Fújjál rá. Itt van a fülhözben. Hát csak ezek ilyen kis apró dolgok. Köszönöm. Ilyeneket én is tanultam, meg volt egy teljes műsorom is, mert nem a mama tanított engem, amúgy nagyon érdekes, mert ő tudta pontosan, hogy az nem lesz jó, mert ott is sok... Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ugye az apu tanított engem, hihetetlen szigorú volt, és az borzasztó veszélyes, amikor a papa a mester. Tehát amikor a szülő a mestere a tanítványnak. De te túlnőtted az. Igen, de nem is az, hanem annak a filozófiája, hogy ott már megszűnik az apa-lánya kapcsolat. Tehát lehet, hogy ezért is lett sokkal mélyebb és szorosabb kapcsolatom a mamival. Nem azért, mert anyalánya, hanem mert az apu nekem a mesterem volt, és nagyon sok vita és veszekedés volt. Mi nagyon hasonló karakterűek voltunk, és nagyon impulzívak. Volt például 3 év, hogy nem beszélted? 4. 4 évig nem beszéltek egymásról. Úgyhogy én ezt nem akartam megismételni, hát imádtam az aput, és a mai napig, ahányszor színpadra megyek, ott van velem. Tehát... De ez talán érdekes, hogy engem nem a mama tanított, de annyiszor láttam őt színpadon, ja, gyerekkoromban, annyiszor mentem vele fellépésekre, hogy én is, amikor megyek fel a színpadra, ösztönösen azokat csinálom, amiket ő. Nyilván nem bűvészkedek, de ugyanúgy készülök fel, ugyanúgy kellene nekem azok a kis csendek, az előkészületek, mintha... Szóval magamat látom, igen, vagy igen. Őt látom magamban. Hát ő sokat jött velem előadásokra is, igen. Még fel is léptem, ugye 6 éves ja, volt igen, az első, igen. Azt hiszem. Igen, csináltuk egy varázsszínházat gyerekeknek, és a Gábort ilyen Jolly Joker jelmezbe öltöztet, és ő volt a narrátor, ő vezette be a gyerekeknek. Előtte ez a Tükör utcában volt a... Hát ceremóniamester voltam. Kis színház. A komédiumban. A komédium, aztán az új színházban is voltak előadásaink. És ő volt a ceremóniamester, és akkor, amikor jöttek be a gyerekek, akkor volt egy asztala, ilyen piros terítővel, és akkor csinált kártyatrükköket, tehát belevezette, hogy belesimuljanak a gyerekek már a varázslatokba, és akkor felment a színpadra, és akkor mondta, hogy hát akkor kezdődjék a varázsszínház. Igen. Mennyire vagytok ti szoros kapcsolatban? Például a barátnőidet bemutatod édesanyjának, beszámolsz róluk, megbeszéled velük a problémát? Tehát amennyi nőd van, nem csinálom. Tehát nem kell a kettestit bemutatni szerben reggel, mert szerdestére már nyoma sincs. Nem, szoros. Nem tipikusan az anya-fia kapcsolat van köztünk, inkább vagyunk legjobb barátok. Talán ez abból is kialakulhatott, ugye, hogy mi nagyon korán elvesztettük édesapámat, 10 éves voltam. És ez egy elég nehéz időszak volt mindkettőnk számára, de a mama ezt nagyon jól csinálta, nem tudom, hogy ösztönösen vagy tudatosan, de hogy onnantól kezdve ő észrevette, hogy nem bánhat úgy velem, mint egy gyerek, mert 10 évesen megtapasztalni mi az, hogy elmúlás vagy az elvesztés, azért az egy borzalmas dolog, és onnantól kezdve ő felnőttként kezelt engem, megbeszélte a mindennapi dolgainkat, megbeszéltük a mindennapi dolgainkat egymással, megosztottuk egymás titkait, megbeszéltük a problémákat, szóval beavatott a mindennapi életbe, és ezáltal nyilván ösztönösen én is rögtön megosztottam a dolgaimat, minden egyes pillanatot az életemben. Csak azt akarom mondani, hogy volt benne egy tudatosság is ebben, hogy én őt így kezeltem, de volt benne egy ösztönös, én általában ösztönös lény vagyok, és azt gondolom, és erre tanítom a Gábort is, hogy az ösztönös első megnyilvánulások, amit érzel, azok az igazak. Tehát bármivel, egy barátságban, egy emberrel való találkozás, bármilyen, egy tárgyal való bevonzás,
mert az egy természetes vágyad neked, úgy, ahogy vagy. Ha már gondolkozol rajta, az már egy manipulált szerkezetű gondolat, tehát az már nem. Igen, a gondolkodásról szóval mindketten például a fatalista emberek vagyunk, akik megélik a pillanatot, meg szeretik átélni minden egyes másodpercét annak a bizonyos dolognak, ami éppen van. De hedonisták is? Vagy csak fatalisták? Hedonisták is. Igen. De mondjuk együtt még jártok nyaralni? Nagyon régen, igen. De ez nem jelent semmit. De mondjuk minden nap beszéltek egymással telefonon? Minden nap. Hát volt úgy, hogy éjszaka 2-kor felhív, és megijedtem. És azt mondom, mama, ne haragudj, de hát ma még nem beszéltünk. Azért, hogy felhívják 2-kor, mielőtt még felhívják, de nem azért, hogy fölkeltem, hogy 3-4-ig fennszállom a mama minden nap. De mit csinálsz hajnalban? Figyelj, egy fordított életmódot élünk. Hát azért én 50 éve vagyok a szakmában, sőt 52. És... tehát ezt a színpad életformát általában 8 után, 10 körül voltam színpadon. Tehát nekem az órám, a biológiai órám, ha lehet mondani, de nem is annyira a biológiai órám, hanem az életritmusom órája, az más. Más. Egyébként valami... De mennyi fellépésed van egy héten? Én már nem vállalok annyit, és ez viszont tudatos, nem ez, de ösztönös is, meg tudatos is. Ösztönös azért, mert én 17-18 évesen például el nem tudtam volna képzelni, hogy úristen, 40 fölött mit csinál egy művésznő a színpadon, és mert ugye 18 évesen 40 év az horror. Horrorkor, és én valahogy szerintem már onnan készültem arra, hogy figyeljem. Tudnélik, én azt gondolom, hogy egy színésznő az kortalan, mert egy adott korában egy megfelelő szereppel, ha megajándékozzák, azt ő el tudja játszani büszkén és problémamentesen. De nem biztos, hogy egy 60 éves bűvésznőre olyan nagyon kíváncsiak vagyunk, mert én hiszem azt, amikor egy nő felmegy a színpadra, és nem egy szerepbe bújik az adott korának megfelelően, akkor még a nők is először a nőt veszik észre. És csak sokkal később figyelnek arra, hogy mit is csinál. És én borzasztóan érzékeny, és nem csak hiúság, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy én stílus érzékeny vagyok. Én érzem magam, látom magam. Az ember elveszíti már azt a ritmusát, azt a lendületét, az már nem ugyanaz, mint 20 évesen. És én azt gondolom, hogy méltósággal kell tudni dolgokat abba hagyni. De nem hagytam úgy abba, mert azokat a fellépéseket nem vállalom, amikor egy rendezvényszervező fellép, és azt mondja, hogy Anikó édes, ráérsz április 23-án, 26-án, és van egy 30-a is, bűvész szeretnének a rendezvényre. Jó, mondom, ha bűvész szeretnének, akkor keressél. De ha úgy keres fel engem valaki, vagy direktbe, hogy szeretnénk téged látni, akkor az nagyon hízelgő, mert akkor... többről van szó, mint bűvészet, akkor az én személyiségem is ott van, akkor rám kíváncsiak, amit én csinálok. Ha esetleg arra gondolok, hogy egy trükköt fogok megmutatni, és a többit majd elmondom, és elmesélek valamit, vagy mit tudom én, lehet, hogy az is elég. Tehát azokat el szoktam vállalni. Egyébként mostanában volt egymás után 3. Ilyen. Nem akarok a magánéletedben válkálni, de te egyedül élsz? Nem, én egy boldog feleség vagyok, és még rengeteg gyerekkel körülöttem, úgyhogy nekem... Hát több mint 11 éve. 12. éve, igen. Igen, úgyhogy a Gábor kapott ajándékba még testvéreket. 4-et. A Tibornak 4 fia van, tehát én úgy kerültem ebbe a házasságba, hogy a Tibor engem megismerve azt megelőző 2 évben vesztette el a feleségét, és ott maradt egy 2 és egy 4 éves kisfiúval. Amikor én oda kerültem, akkor voltak már 4 és 6 évesek, a másik 2 az 14, 17 azt hiszem, vagy 15, valahogy így. És akkor a Gábor volt 16. Elfogadott téged. Igen, ez egy nagyon jó összeszokott és nagyon ritmusba. Igen, csak engem család. Nem. Én nem mehetek. De. Igen, nem, hát a Gábor nagyon korán önállósodott. Én előbb ismertem a nagyfiúkat, mint a mama. Ja, igen, ez érdekes. Szóval, hogy az is érdekes, egy suliba jártunk. Csak ők nem tudtak egymásról, és egy társaságban találkoztak. És akkor mi fiatalok, emlékszem, 16 vagy 16 éves volt, amikor találkoztunk valami buliban, és hallom, hogy a
muteroddal, faterommal. Á, mondom, igen, igen, igen. Lehet, hogy egy család leszünk. És tényleg 12 évig. Az egy család lettünk. Úgyhogy vicces volt. Miután eljöttél a Jóban, Rosszban sorozatból, azóta sokkal kevesebbet látni téged. Lehet, hogy több munkád van ugyan, de a televízióban igen, kevesebbet érdekes, sokkal több, több. Ez nem rossz neked? Nem, én nem bánom. Nem bánom. Nem bánom, kicsit ki akartam próbálni a színészet egy másik oldalát, amikor nem vagyok annyira reflektorfénybe a média szempontjából, hanem inkább a színházak szempontjából vagyok előtérben. Nézd, most a 10. darabomat próbálom, most 10 darab fut egyszerre, és úgy gondolom, hogy jól döntést hoztam azzal, hogy akkor eljöttem a sorozatból. 5 évig voltam, kicsit több mint 5 évig voltam ott. Egy nagyon jó iskola volt, egy fantasztikus csapattal dolgozhattam együtt. Nagyon sok embert megismertem, nagyon sok mindent köszönhetek a sorozatnak. De azt az életszínvonalat, amit édesanyád biztosítani tudott neked, azt te most tudod tartani a sorozat nélkül is? Igen, 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 igen. Tehát ilyen jól meg lehet élni a színházi fellépésekből? Ezt nem mondtam. Hát nézd, nem akarok más nevében beszélni, mert különböző színházi fizetések vannak. Vannak, akik le vannak szerződve színházhoz, vannak szabadúszó színészek. Nem tudom pontosan, hogy ki hogy keres, de én nagyon jól megélek, köszönöm szépen. De 28 évesen akkor azt az életszínvonalat tudod magadnak biztosítani, amire vágysz, és már nem kell édesanyád segítsége? Ja, mert 20 éves korom óta nem kell. Szóval 20 éves korom óta teljesen független vagyok. Ja. Igen, én amikor kezdődött a sorozat, akkor el is költöztem otthonról. Igen, független anyagilag, és független és, a, és teljes, az otthontól. Azóta teljesen függetlenül. Bennem mindig is volt egy ilyen bizonyítási vágy, már 15 éves koromtól kezdve, hogy én a saját lábamon is megállok. De ez miért ott fontos? Nem tehát tudom. Nem lett volna jó, hogyha édesanyád odaszól valóvá? Nem. Soha nem kérdezik. Megtiltottam. És te sem akartál mama ismeri... soha nem. Segíteni? Nem. De hogy ne akartál volna? Mindig mondod, hogy szóljak ennek? Nem. Nem, mindig persze, akartál, nem, de úgy értem, hogy nem szóltam. Én úgy gondolom, hogy ha a mama a saját erejéből elért azt, amit elért, akkor úgy gondolom, hogy én is elt. Ha a papa elérte azt, amit én is elérte. Úgyhogy én soha semmilyen segítséget nem fogadok el. Kritikát azt elfogadok, véleményt elfogadok, de azt, hogy valakinek odaszóljon, hogy ebbe a színházba nagyon szeretné egy kicsi fia, nekem nem lenne jó érzés. Lehet, hogy utána be tudnám bizonyítani, hogy helyen van abban a színházban, de az, hogy oda úgy megyek oda, hogy Ungár Anikó kicsi fia, az nem. Nem, hát ez borzasztó. Nem így gondoltam ahhoz odaszólást, tehát ilyen mérvű nem. De én megmondom őszintén, hogy én hiszem azt, hogy tudom azt, amikor kolléganőim, akiknek szintén színész gyerekeik vannak, vagy valahogy a pályán vannak, és mesélik, hogy nézd meg, most itt vagy. Tehát óhatatlan... Ugyanezt csinálom. Egy anya... Jó, az egy másik dolog. Nem. Bárhol megyünk, láttad nem benne? Láttad abban? Szerzek jegyet, elteszek egy jegyet, hívjál fel, elteszek. Mindig esetleg jobb, mint egy jegyűzért. Tényleg csak nem kap százalékot. Kár, hogy én kap százalékot a színházaktól, de ezt tényleg ezt meg kéne csinálni. Igen? De tényleg, szóval, olyan, mint egy ilyen nagyon... De csak szoros baráti körben. Szoros baráti körben. Ez ne lepődjene meg, hogyha itt várja önöket. Na. Örülök, hogy láttalak benneteket, egy élmény volt a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Azonnal folytatjuk a Kincsük a második részben. A reklám után 3 hónapig voltak Tájföldön. Kalandjaikról őszintén mesélnek Bódi Margó és Bódi Guszti. Maradjanak velünk, megéri! Hölgyeim és uraim! Bódi Margó és Bódi Guszti! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szépen lebarnulva. 3 hónap Tájföld, hát azért jó nektek, milliómosoknak. Meg is jegyeztek, mikor azért te nagy cigány vagy.
Nos, az azt hiszem, hogy három hónapig gyakorlatilag semmi más nem csináltatok, csak pihentetek? Másra gondoltam. Három hónapig. De nem mondott tényleg. Hát, hogyha arra gondolsz, hogy dolgoztunk-e Tájföldön, nem. Mindjárt gondoltam, hogy nem álltatok be sehová. De dolgoztunk, mert azért reggel 5:30-kor morgonok, mindig mondtam irány. 6,5-7 kilométert minden reggel legyalogoltunk, utána 40 percet húztunk, és azt mondta, ez jobban kimerít. De tudsz úszni? Hát nem. A cigánytelepen volt egy ilyen mocsás, ott kínomban nem tudtam mit csinálni. Nem, és akkor Marga azt mondja, megjegyzi egy finom, amikor már 2x40 percet húztunk, azt mondja, figyelj, nekem ez rosszabb, mint mikor műsorra megyünk. De várjatok! A tradicionális cigányszokás szerint egy nő mehet strandra? Hát, ha nincsen ott roma származású férfi, vagy rokon... És a Guszti micsoda? Hát jó, hát a Guszti néha kamuzzik, hogy ő csak a sötétbe szokott engem látni, de az nem mindig igaz. Mert ő ilyen kamuz... Anya, kicsit, ne beszélj kicsit. Imád kukkolni, mi a fülbőben? Kicsit kamuszcsáva. Na, tehát a Guszti lehet, de hogyha vannak ott olyanok, hogy ugye roma Győzike, vagy a rokonok... Győzike, Gáspár Zsolt. Most viszont meglep, hogy most ilyeneket, mert tényleg nem szoktam látni. De ugyanakkor vannak Gusztinak nagyon közeli barátai, és azok nem romák, hanem... Tehát én mondjuk ott lehetnék, amikor fürdőruhában bemész? Amikor te ott vagy... Akkor ha csak kendőt tesz hogyha magára. Te ott lennél, akkor tuti, hogy tennék... magamra valamit, csak ide, előre. És alatta semmi nem lenne? Dehogy nem! Látod? Látod, hogy ezt kiben lenne? Rajta lenne, de elszakarnám azt a bizonyos részt, mert nem szeretnélek téged zavarba kellemetlen. Hozni, vagy biztos, kellemetlen. Biztos, hogy nem lennék zavarba. De akkor kellemetlen lenne neked, gondolom, vagy nem? Kicsit sem. Komolyan? Nem, Gusztinak kellemetlen, ha szembe ül vele egy csaj, és látszik az a vonal. Hidd el, hogy nem az. Nem. Na most azt akarja mondani, hogy csak előtte. Egy részes, vagy két részes a fürdőben, ez nincs megszabva? Én nagyon kis picit szoktam használni, kis megkötőset. Kis tanga? Nem, hát azért... Egyszer képzeljétek el, felvettem a feleségem tanga fürdőruhát, azóta nem találom. Hát én nem csodálkozom. Ha már itt az azt, hogy nem találod. Egyébként igazából van a Gusztik, a tangát nem találod, vagy az asszonyt? Egyiket sem. Várjál, én nem tudom elzavarni. Na, tehát amikor kimentek Tájföldre, akkor gyakorlatilag dobjátok a cigány hagyományokat, és akkor úgy éltek normálisan, mint a strandoló turisták? Természetesen mindent ugyanúgy. Hát, meg hát az az igazság, hogy az ember már azért haladt a korral. Azért nem jó, mert most már kicsit ilyen, hogy mondjam, mi is haladtunk a korral, de azért még mindig tartjuk, ápoljuk, őrizzük a hagyományokat, azért nem jó, vagyunk már annyira... Jó. Ma annyira mélyen. Annyira ne szálljunk el, tudod, be azt hiszik, hogy izé van. Azért... Már nagyon megszaladt. Akkor mondjad, hogy volt. Magyarországon is elmerné menni strandra? Az az igazság, hogy Magyarországra nem megyek, mert mindenki ismer. Na most, hogyha mi kimegyünk Tájföldre a tengerpartra, ott a kutya se tudja, hogy én a Bódi Margó vagyok. És még szoktam cigányul átkozni is. És, hogyha nem kapom meg annyira, megyen én akarom. Ott csinálhatunk bármit. Mit beszélsz? Hát például mondjuk oda nem kapsz meg annyiért, amennyiért? Hát mondjuk megyünk az utcán, és jön egy csaj. Azt mondom, hogy szeretnék venni egy csirkét, vagy egy sült malacot, érted, az utcán, mert ott lehet azt is, és hogyha nem tudok annyit alkudni, akkor szoktam cigányul mondani neki, hogy anyád milyen szép. De azt nem értem, hogy miért nem mondod magyarul, azt sem érti. Figyelj, volt már olyan sajnos hogy ment előle egy lány, és megjegyeztem Margonok, fú, mekkora cickója van ennek a csajnak, azt mondja, köszi. Rengeteg magyar van kint, ezt kell tudni, nem csak mint nyaralók, hanem kint élnek.
Tehát fél évet kint töltenek, fél évet itthon vannak. Na, sokszor van olyan, hogy elmegyünk egy bevásárlóközpontba, vagy akár a tengerparton, a sátor alól kiszólnak, nem ott mennek a bódiék, még nem is köszönnek. Igen, és azért nem megyünk délelőtt oda egy bevásárlóközpontba, mert oda megyünk mondjuk 10-re, és 3:30-ra érünk haza, mert ott kell lenni a kedves magyar testvérekkel. Fotózás, kajázás, tudod, szokásos. És hogy éltek kint? Szállodában laktok, vagy van lakásotok? Sajnos az csak nem. Szálloda. Ja. Nem. De. Én elárulom neked, hogy a bódi sajnos nem vállalja be a szállodát, hanem kibérelt egy lakást. Egy albérletszerű, azt mondják neki, hogy kondó. Igen, ez a tengerparttól egy ilyen 50 méterre lehet, a 15. emeleten. Remélem, hogy nem baj. A 15. emeleten laktunk. De a tengerre néző? Hát félig a tengerre nézett. Hogyha kimentünk az erkélyre, akkor láthattuk a tengert, igen. Csak a tengerre néz. Minden a jobbról, balról tenger van. Igen. Nincs Kraszna. És az kell... A Kraszna az a Nagyecsedi folyó. Ezt Nagyecseden sokat láttam, most egy picit távol volt. És ezt úgy kell elképzelni, hogy két helyiségből álló lakás, az egy ilyen mennyi nézetméter? És 60-70? 75 nézetméter, és szuper jó konyhája volt. És az volt a probléma, most egy kicsit úgy el is tudom itt mondani, mert itt elmerem mondani, mert te itt vagy, hogy a bódi hajlandó volt Tájföldön 38 fokos melegbe velem lecsót főzetni. Úrnak születni kell. Mert az most előfordult egy 4-5-ször, az nem volt olyan... Mert ugye a nyaralás arról szól, hogy szállodában vagyok, kiszolgálnak, tiszta ágyneműt húznak, stb. Erre a Guszti nem engedi meg. Főzetett velem, sőt, még a barátait is elhívta, és még azoknak is ellátást kellett csinálni, én meg kinnültem az erkélyen. Mi kizavart? Hát nem zavart de... milyen kilátás volt? Jó volt, mint a... Na, jó volt nézni, mint... Várjál már, megfőzetted vele a lecsót, és amíg ti a haverjaiddal ettétek, kizavartad az erkélybe? Nem. Nem zavart, ki csak én kimentem. Hát figyelj, hogy kiment... Hogy hadd beszélgessenek nyugodt. Kiment addig Skype-ot, csinálta a gyerekekkel a szokásos... De miről beszélgettetek, amit nem hallhatod? Hát természetesen a... Arról, amit most nem akarok mondani. Aztán... A lányokról, ladyboyokról, stb. Ki mibe szalad bele néha? Én elmondom az egyik esti sztorit. Ugye mi nem szoktunk... Mindent azért nem mondjál el. Tehát a Peti haver neki lehet. Persze. A baráti társaságban volt egy zenész, nem, egy magyar zenész is, ugye a nevét azt nem fogom mondani. És én hallottam, hogy arról... Ismerte, és hallottam, hogy arról beszélgetnek, hogy ezt a zenészt meghívták egy, ő nem roma. Senki nem volt roma, csak én meg Augusta, többi nem roma. És arról beszélgettek ott ők, de én nem akartam hallgatózni, de hát az erkély, hát most hallom, amit mondanak, hogy meghívták ezt a fiatalembert az esküvőre, mert a mennyasszony kedvence volt, és ugye lement az esküvő, marasztalták, mert szerették, maradj még egy kicsit, egyél, igyál. Aztán iszogatott a vőlegénnyel, ugye? És akkor a vőlegény berúgott, na ő meg jól elvitte az asszonyt. Már a mennyasszonyt. Na én erre beszól. De mit csinált vele? Azt mondta, hogy ezt többet ide ne hozd. És akkor én erre kiborultam, és nem borultam ki, de azért jól beszóltam neki, hogy azért a szemtelenségnek a teteje. Meghívnak, gázsit adnak, kaját, piát adnak, fogadnak, mint ugye vendég, és erre te elviszed a csajt. Mennyasszonyt, hát ez mekkora volt? Ezt lefordítom. Tehát meghívták az esküvőbe, fellépett, berugott a vőlegény, ő meg elvitte a... Az asszony Pataki Attila. Nem az volt. Nem. Erre a Guszti kiszól nekem. Margó, te ebben ne szólj bele, mert te ehhez hülye vagy. Hát igen, most figyelj, hogyha nő nem akarta volna, akkor most miről beszélsz? Erre. Na most lány nem akarta volna, na ilyesmiről beszélnek a férfiak. Szerinted mit keresni valón van nekem az ő asztaluknál? Hát mondom, tényleg hülye vagy hozzá, hát most... Azt mondja, Margó, te ehhez hülye vagy. Hát így van. Na mindegy... De várj, de... Na most szerintem... Várj, Guszti, de mit mondtatok erre ennek az embernek, aki ezt megcsinálta? Hogy ez nem volt szép dolog. Mondta Guszti is neki.
Hát utána mondta mást is, hogy milyen volt. De megtudta egyébként a férj, hogy mit csinált? Nem tudjuk. A lényeg az, hogy... a bokorba aludt reggelig, az annyira bepiázott szegény, hogy... Na de ez most milyen, nem? Hogyha köztetek mondjuk van egy olyan válság vagy krízis helyzet, és úgy érzitek, hogy nem működik, akkor bármelyikőtök fel tudná rúgni a házasságot? Nálunk nem. Ne csak akkor szeressük a másikat, amikor jól megy minden, vagy amikor ő makulátlan. Emberek vagyunk, mindannyian tévedhetünk. Mindannyiunknak lehet gyenge pillanata. Ezért nem kell rögtön felrúgni egy életmunkáját, azért nem kell a gyerekeket. Hát de lehet, hogy az volt a tévedés, hogy ő az igazi. Rendben van. Látod, nálunk a tradíció. Ezt akart kivágod. A tradíció... Az öregeink úgy kitalálták ezt, hogy ezt úgy, tanítani... hogy analfabétán, iskolázatlanul olyan törvényeket, iratlan törvényeket hoztak, hogy nézd meg, működik. Szerintem nincs az, hogy egy saj kiröki a... De mik ezek a törvények? Hát a törvények az, hogy például nagy problémát okozott az, hogy mit tudom én, romasszony nem ülhet az asztalhoz. Hát nem igaz, hogy nem ülhet az asztalhoz, csak ő nem ül oda. Meg biztosan tapasztaltad, meg láttad a baráti körödben, hogy... A legtöbb házasságot a barát teszi tönkre. Annyira hát összebarátkoznak. Nekem nem mond. Annyira. Most nem tudom, hogy konkrétan mi volt, de az a lényeg, hogy én tapasztalatból tudom, meg mondják az öregeink is, hogy ne adjunk rá mi nők esélyt arra, hogy a férjünk barátja véletlenül, most azt mondják, hogy rossz szemmel nézzen rád, na, de ugye a rossz szem az nem rosszat jelent, hanem a jót. Tehát nem kell adni rá esélyt. A feki, ahogy néz. Tehát ez azért... ki lehet kerülni az ilyen problémákat. És akkor te azért nem találkoztasz Lagzi Lajcsival? Én nehogy úgy nézel rád? Nem, én a Lajcsival találkoztam, többször voltunk náluk, együtt is ettünk, a gyerekek, meg minden régebben ezt is. Nem ment, ez nem úgy, mert hogy, ő nem roma ember. Szóval nem ment egy bikinibe oda. Igen. Hát azért felöltözött normálisan. Figyelj, egy nő föl tudja magára húzni úgyis a figyelmet, hogy nem löki ki a ciszkoljait, meg tudod, nem látszik át az egész természetes dolog, ami... Olyan már nincs, tudod, hogy amire te gondolsz, tehát csincsilla már nincs. Ja, nincs. Na mindegy. Ami átlátszódhatna. A nagyanyáink nem. Már van elektromos borotva. Anyáinknál, apáinknál a régi időkben azért én tisztelem és én még mindig ápolom, és azt mondom, hogy ezt a tradícióból lehetne népszerűsíteni azért Magyarországon. Azért vannak a nagy elvállások, mert nagyon sok törvényt nem tartanak be most a mostani hölgyek. Nem rosszaságban mondom, mert most sokan fognak majd itt érkezni. Nézd meg, itt a példa. Én Margot soha nem mondtam, ne menjen moziba, ne menjen el ide, ne menjen el oda. Ne menjen csajos napra, ne barátkozzon, ne fiú legyen az edzője, stb. Érted, és... Tehát nem, ja, hogy nem lehet fiú az edződ a konditeremben? Lehet az edzőm, de nem hát... Fogja bevállalni. De nem fogom. Hát most ott nem fogok neki még guggolásokat csinálni egy... Megfogdosta a derekát ide-oda. Akkor segít meg elkapni esetleg mondjuk, ha gyűrű, nem csinálok gyűrű, csak mondom, ugye elkapják a derekukat. Azért nem vállaltuk be az egyik csatornán is a táncos műsort, mert ugye a partnerrel ők nagyon közeli kapcsolatba kerültünk. Pedig én mondtam, mondom, jó tiszteletdíjat adnak, én engednek. De hogyha elmentek egy... bármilyen rendezvényre, családi eseményre, esküvőre, bárhova, akkor másik férfivel te nem táncolhatsz? Hát dehogy nem, hogyha Augustitól megkéri. Igen, hogy én is ott vagyok. Tehát ő nem engem fog felkérni táncolni, hanem oda így megy van. És azt mondja, hogy Guszti táncolhatok. Most az asszonyra. Most mit mondasz? Egyértelmű, hogy engedem, mert tudom, hogy kivel megy. Először is. Kettő, a roma férfi nem fog engem lassú táncra felkérni, csak a gyors táncra. Tehát olyan táncra, ami nem testi közelséget eredményez. És erre te is figyelsz, hogy más nőben ne lassúzzál? Hát én szívesen lassúznám, de maga ott van, és így nem engedi. Hát az az igazság, hogy... Ha hiszed, hanem még én is érzem az ápolommal ezeket a hagyományokat, szóval nekem se esik ki, hogyha... És odafigyelsz egyébként? Hát oda, mert nem esik ki, hogyha most hogy fogja meg a derekát, érted? Hogy feljel vagy? Nálunk nem is így, hogyha nem. Véletlenül baj van, és lassúba keverednek, vagy éppen kim vannak a táncparketten, és vált a zenekar, akkor a férfi nem soha, így fogja meg a derekát a lánynak. Hátulról? Nem, így. Így.
Ja. Tehát ez itt a derék, ugye át, így fogják, de ők egy kicsit lejjebb szokták. Vagy elengedés, akkor jobbra-balra. Mert én látom, járok magyar esküvőbe, a buláját kapja el, nem a derekát. És úgy lassúznak. Látom, amikor... Anya, vedd vissza magad. Bocsánat. Mint a Tájföldön. Tényleg a bulát kapják, tehát azt nem is értem. Aztán, na most ugye nálunk nem úgy van, így nem fogja meg a derekát sem, hanem akkor így, és így megtiszteli a nőt, meg a férjét, hogy nem fogtossa össze. Nos, hát kollégák lettünk, és az a jó hírem, hogy nem én kezdtem el énekelni, hanem ti kezdtetek el műsort vezetni a Sláger TV-n. Miről szól ez a műsor? Ilyenekről is. Néha becsempészünk a mi kultúránkból, folklorunkból egy-egy műsorba, hogy azért a nagy közönség, érted, tudja meg azt, hogy például nálunk a tradíciók miket ápolnak. Nem minden műsorban kimondottan kihívjuk magunkra a figyelmet. Hát ez nem bulváros olyan, mint a tiéd, hanem ez kimondottan emberi. Szeretnénk a zenőket, azt... Igen, lehet. Az még emberi. De miről beszélgettek? Politikáról? Közéletről? Mindenről. Amit a kedves vendég elmond, de a lényeg az, hogy ez egy beszélgetős, szórakoztató, játékos, figyelemfelkeltő műsor. Zene is van benne. Mondtam. És általában olyanról beszélnek a vendégek, amit úgy a nagy közönség előtt még nem mondtak el valami oknál fogva, valami vicceset, vagy a legdurvább, ami történt velük az életük során, amiről még nem beszéltek. Szóval nem ilyen félrelmetes, mint nálad, érted, hogy most kitérjük a szennyeseket, meg minden. Olyanról is szó van, hogy például vannak... És ki a riporter? Te? Hát, vagy ketten? Nincsen riporter, ez egy ilyen családi beszélgetés. A műsorunk címe az, hogy Snobli, Bódi Gusztival és Margóval. Ja. Bejön mindig két vendég van. Ki volt legutóbb? A Kautsky Armand és a Nárai Erika művészek voltak, és a Fatima volt a zene. Meg a Radics Kiki, azt hiszem, igen. Meg Bódi Guszti. És ők bejönnek, leülnek, Guszti rendel neki koktélt, és csak is simán beszélgetünk. Ilyen titani koktélt, tudod, ami nem olyan drága. Azt mondja, rendelek nektek egy titani koktélt. Mondja a Nára Erika, hogy jaj, Guszti, hát az milyen? Azt mondja, hát vízjéggel. Nehogy sokba kerüljön a költséget. És akkor beszélgetnek, aztán játszanak. De mivel játszatok? Egy azt szorongatod a kezedben. Azt szorongatom itt a kezembe. Én elhoztam, és szeretném megmutatni neked is, és a kameráknak is, a kedves közönségnek. Ez a Snobli. Ezen te vagy fiatal korodban. Bódi Margó Snobli, ki is borítottam. Ja, hátul meg Guszti. Inkább. De a Snobli az nem az, hogy a kézbe kell tartani három-három darabért? Tehát ez nem fér bele a kezembe? Dehogy is nem. Bárki látja. Nem. Hát össze. Ne játszunk egyet? Hát figyelj, hogyha de még mielőtt játszanátok, hoztunk neked egy ajándékot. Hogyha nagyon mérges leszel, akkor a Guszti oldalát fordítsd meg, és akkor azt nézd. Ha örülni akarsz, akkor meg Margot. Igen, az arany. Végre nem kamu, látod? Én legalább értéket hozok. Köszönöm szépen. Viszont ide beteszem ebbe. És ilyet kik kaphatnak ilyen aranytallért, Bódi Guszti is aranytallért? Akik a Snobli királyok lesznek a műsorba, aki nyer. Aki elveri Bódi Gusztit, igen, az kap egy ilyet, aki a Snobli király. Guszti oda megy melléd, ide a sarokba, vagy nem tudom hova. Szeretném jelezni, hogy... Felállok én is. Abba játszok csak, hogy feltehetel te is nekem egy olyan kérdést, amit akarsz. Jó. Hogyha én győzök, akkor én teszek fel neked olyan kérdést, amire válaszolni kell, oké? Oké. Ha nem válaszolsz, akkor Bunyós Pityut hívom. Adott egy tasit, leestem. Ki kezdi? Hát mivel te vagy a vendég, te kezdjél. Fiúk, dughattok. Látod? Anya! Más Snoblit. Ja. Kettő. Akármit dugsz, három. Te. Egy ide! Háromból kettőt kell játszani. Jön a kérdés, Guszti. Akkor cseréljük vissza, jó? Jön a kérdés. Gratulálok, tényleg jó.
Mondja meg, hogy kimutattam neki. Tehát akkor a Hajdú Péter lett, igen, a Snobli király? Ő a Snobli király. Bravo. Szóval, tudok ilyet is. Igen, dobj egy kérdést. Megbeszéltük. A kérdés őszintén, Margo, fogba a füled. De ne legyél szemét. Ne, egyáltalán nem, ez egy tök normális kérdés. Köszönöm. Csaltad már meg Margot? Na persze. Szerinted ez milyen kérdés? Hát azt mondod, hogy bármit lehet kérdezni. Lehet, de hát ez most milyen kérdés? Hát most azt mondom nem, azt mondják, hogy ez buzi az ügyben. Ha nem? Hát most milyen cigány ez, aki nem csalta meg a feleséget? Hát hát természetesen azt mondom, hogy nem. Okay. Tudok hazudni is. Ha kell. Na, lehet egy visszavágó. Köszönöm. Nem gondoltam, hogy ilyen korrekt a Péter. Én kezdem. Ígérd meg azt, hogy ha netántán nyerek, akkor ígérd meg, hogy bejössz a műsorunkba. Beszélgetni. Na jó, bemegyek. Ja, bejössz a nélkül is, köszönöm, akkor nem izgulok. Akkor engedem, hogy nyerjen. Most én mondok először? Igen. Három. Becsaptál. Négy. Gratulálok. Bravo. Na, jön a kérdés. Szerintem én már gyerekkorától ezt csináltam. Amúgy ismerted ezt a játékot? Igen. Ismertem. Étteremben, amikor nagyon nagy a számla, akkor így szoktuk eldönteni, hogy ki nyerje. Én még soha nem fizettem. Sajnos nem is játszunk, akkor is én fizettek. Mi a legmagasabb iskolai végzettséged? Hú, ez jó kérdés. Esküszöm neked. Most el fogom mondani, és erre örömmel válaszolok. Vagyok orvosműszerész, vagyok gépkezelő, hihetetlen mi, vagyok televezető, és hihetetlen, de még egy művezetői gyorsalkalom is van. És darukötöző. Ja, az még darukötöző is. Olyan is van. Ugye? Én valamelyik nap találkoztam vele, azokkal a kis. Hát én ott van, néha adnak papírt, egyértelműen 8 általánosan megvan, és 2 év ugye mezőgazdasági, nem jártam végig, mert Margo meg a gyerekek jöttek, és inkább gyerekcsinálással foglalkoztam. Tehát, ha jól értem, akkor az általános iskolai végzettséged megvan, és mellette különböző tanfolyamokat végeztél el. Mindent, ami akkoriban szükséges volt. Meg többet lehetett keresni. Hát nagy ecseden azért egy darukötöző aranyat ért. Jó, de várjál, hát akkor már Budapesten voltam, művelt voltam. Nagy ecseden volt az orvosműszerész, a medikor, akkori a medikor, lehet mondani, mert már nincs az akkori medikornak, ott volt a nagy kirendeltsége, és ott volt Auguszti orvosműszerész. Igen, tényleg. És hát Debrecenbe kellett bejárni, tudod. Tanulni, meg ilyenek. Ha Margóra rákérdel, neki sajnos több van, mint nekem. Mert... sajnos, mi nem vagy büszke? Hát figyelj, nálunk nem kitüntetés az, hogyha mit tudom én, mennyit keres, vagy hogy keres. Szóval nálunk ego minden. Érted? Szóval nincs az, hogy most... Tehát az nem jó, hogyha a nőnek magasabb iskolai végzettsége, és több pénzt keres, mint te? Az neked megalázó? Nem megalázó, csak hogy... Az nekünk... Nincs érték. Mindegy, hogy most van 6 diplomája, vagy nincs neki csak 8 iskolája, nekünk ugyanannyi. Nekünk értékben ugyanaz. Szóval nincs jelentősége. Nekem akkor is a feleségem, és meghalok érte. Nem azért tisztelik és becsülik én jobban van a nőt, köszönöm, mert van neki 3 diplomája. Hát, tud értelmeset mondani. Tudnék, de a Gusztu mindig nem engedi, hogy mondjam. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, örülök, hogy beszélgettünk, ennyi volt mára az esti kérdét, az Altévén felünk legközelebb jövő héten vasárnap találkoztatnak ugyanazon a csatornán, viszont látható részeket kívánok! Munkatársaink és vendégeink a 6x6 taxival utaztak.